Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt, ellenben a cirkuszban nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben megújra álmodtam a cirkuszról, és mintha valaki vezetett volna a kezemnél fogva. Már akkor úgy volt, hogy jegyem is volna, be is mehetnék, és mégis összezavarodott az álom, és megint nem voltam bent. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mellett a bejáratnál. Egy izgatott szakállas sánta ember, az igazgató állt mellettem, és kiabálva hadart. Erre tessék, tessék besétálni, mindjárt kezdődik, tessék, tessék. Tudtam, hogy rögtön meglát az igazgató. Meg is látott, és bosszankodva mondta, mielőtt megfogta a karom. Tessék, tessék, ha van jegy, akkor tessék, de ha nincs, akkor halomars. Nekem összeszorult a szívem, és végig hebegtem, hogy nincs jegyem. De komponáltam egy éneket. Saját magam, a hegedűmön, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Erre olyan hangosan kezdett nevetni, hogy a torkába láttam, mint valami mély alagútba. Aztán ridegen, szóró-szóra ezt mondta. Ifjú bajtárs, elmebeteg, a te szíved nagyon hemzseg, és ez az egész hegedülés magában egészre véve paralelepipedon. Én rögtön megértettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és azt mondta, hogy hát jó, megpróbálhatjuk, de előbb szólni kell a katonai fennhatóságnak, ahol bélyeget kapok, mint császár és király garmada. Addig, míg ez meg lesz, megmutatja nekem az egész cirkuszt. Hátul a színészeket, állatokat, mindent, hogy fogalmam legyen, miről van szó. Mi kell a közönségnek? Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy el ne felejtsem a melódiát. Rengeteg függöny közkedett el az igazgató, véletlenül kinyitottam egy ajtót, rékító lárma és zajongás bukott be, és rengeteg emberfejet láttam nyüzsögni. Az igazgató rám kiabált, hogy csukjam be gyorsan, az a közönség! Várja az előadást, annak nem szabad ide benézni. Ekkor könyörögni kezdtem, hogy ne kelljen itt maradnom. Elmondtam, hogy inkább kitanulok valamit, amivel felléphetek, a másként nem megy. De a fejét rázta, és azt mondta, hogy már késő. Csak akrobatizmussal mehetünk valamire, mert a közönség már türelmetlen. Ekkor halkan sikítottam, és elveszítettem az eszméletemet. De megint újra ott voltam, és hosszan, hetekken és hónapokon keresztül tanultam és gyakoroltam. Aztán sokára, végre-végre ott álltam a színpadon. De már ekkor az arcom keskeny volt és ráncos. És be volt festve, mint azoké, akiket először láttam. Már akkor úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt. És a cirkusz minden zegédzugát ismertem. Egyszerre éles betegvilágosság támadt. Szemeim előtt szétcsapottak a bársonyfüggönyök. Zsúfolt emberfejek szorongtak a függönyön túl, rövid taps zendült fel. Aztán várakozó, suttogó csönd. Ott álltam a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam. A reflektor kúpja követett mindenütt.
Kígyó mozdulatokkal hajlongtam két oldalt a páholyok felé. Aztán megkaptam a létrát. Sebesen, nesztelenül, oly könnyedén, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Most egy vaslábú asztalkát nyújtottak felém, egy pózna tetejére állítva, elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán fölkúsztam az asztalra, és fölállottam rá, folyton egyensúlyozva közben. Ekkor három szék következett egymás tetejére állítva. Elégedett zúgást hallottam odalentről, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal az égnek állott. Egyik lábára, mely inokba csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület oly könnyedén remegett, hogy éreztem a pulzusom lüktetése lüktetve végigfut a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, amíg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan felkúsztam a póznán, a tetején voltam, megálltam és pihentem. Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Aztán halálos csöndben kiegyenesedtem. Kibontottam a trikómat, és kihúztam a hegedűt. Most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát, előredőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva a rémület csöndjét, mely odalent kitátotta a szájakat, s marokra fogta a szíveket. Lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.